Sokan kihasználták a tavaszias időt a szoboszlói gyógymedencében. Csodálatos az idő, és én most külön kivártam ezt a nagyon szép időt, és nagyon örülök a polgármesternek, ifjúkorától ismerem a Béke Hotelből, és neki is köszönöm mindenkinek ezt a lehetőséget, és világszínvonalú ez a fürdő, és itt az idő is, a levegő is, a klíma, és az emberek is, minden csodálatos. Hát 50 éve, 73 éves vagyok, nem titok a korom, 73. Több éve visszatérő vendégek rendszeresen átjárnak Karcagra. Ez a csoda, és ott a csónakázótónál ott szoktunk évekig. Ott a fiam, csodás mérnök, gyerek 40-en túl van, mindegy, most fog haragudni rám, hogy beszélek, de itt tanult úszni, hát olyan 4 éves volt körülbelül, ott hátul volt a kis medence, ott tanult úszni a fiam, és ő is jön, a két nagylány. Már érettségiző unokám van, két lány, és még volt, hogy karácsonytájt itt voltak, például szünetbe eljöttek, ők is nagyon szeretik, és mi is. És én meg reklámozom mindenkinek, vonattal jövök Budapestről, és tegnap is szíriai fiatalokkal utaztam, és reklámoztam, hogy Hajdúszoboszló a világ. Ez a vendég szinte minden hónapban ellátogat ide. És én ide visszajárok, hát ha tudok, akkor 3 hetente azért lejövök. Most hoztam a nyarat, és fogok jönni, ahogy csak tudok. Mindenképpen nagyon kell. Én igyekszem fit maradni, meg egyáltalán, mert ez nagyon kell, és a legjobb víz itt van, meg az emberek, én imádom ezt. A víz úszásra meleg, de ejtőzni tökéletes. Ez olyan 30 fokos úszómedencének hívják, de azért óvatosan lehet benne úszni, és mert aránylag az úszáshoz egy picit meleg. Ők is nagyon örültek a kellemes időnek. Ez váratlanul ért bennünket, igazából mi se terveztük azt, hogy itt vagyunk, de végül is ráhúztunk egy napot, és sikerül élvezni ezt a gyönyörű időt. Ez a másik fürdőző is annyira szereti ezt a vizet, hogyha bezár a strand, alig várja a reggelt, hogy újra jöhessen. Enni, inni, fürödni, szórakozni, művelődni. Hát most többnyire fürdéssel és pihenéssel, mivel pihenni jöttünk. Gallai Zoltánné mezőtúról jött az unokatestvérével. Nagyon vártuk, mert én nagyon szeretek gombázni, és alig várom már, hogy nőjenek a gombák. És jön a jó idő, egy kis eső még azért jó lenne. Meg pihenni lehet, sétálgatni. Mi délelőttönként elmegyünk sétálni, mert este még nincs akkora élet itt, mint szokott lenni, de az szenzációs. Többször járunk egy évbe ide az Aqua szállóba. Nagyon szeretjük családostól. Most éppen csak kettecskén, mert a barátaink lebetegedtek, úgyhogy de azért mi eljöttünk kicsit pihenni. Na, nem tudom, 10 éve biztos. Voltak miskolciak is a gyógyvízben. Ez ajándék nekünk, így kora tavasszal. Remélem nyáron is ilyen jó idő lesz még. Biztos, hogy ajándék ez. Ilyen időben hát első a fürdő, a wellnessezés, a kezelések, délutáni séták, múzeumok vannak, amit meg lehet nézni. Maga a város is szép, igaz, még a virágokat nem ültették ki, de napról napra szebb lesz a város is. Tehát mindenki megtalálja itt a szórakozási lehetőséget.